Lakat van az épület kapuján, ahol a szerverek működtek. Már 2 éve nem szolgáltatnak a 200 millió forintból kiépített hálózaton. A korábbi szolgáltató ugyanis nem folytatta a munkát azóta, hogy a polgármester 2015 nyarán lekapcsolta a biztosítékot a szerverteremben. Akkor fél napig nem volt net a helyi rendőrségen, a mentőknél, az iskolákban és az óvodákban, de a hálózathoz kapcsolódó 250 magánelőfizetőnél sem. A városban sokan felháborodtak a fideszes polgármester váratlan akciója miatt. Én felháborítónak tartom ezt az egészet, hiszen itt az internet előfizetők becsületesen kifizetik ezt a tarifát, amit igénybe vesznek. A szélessávú internethálózatot 2008-ban építették ki Széchenyben uniós pénzből, de azóta sem kapott működési engedélyt. Úgy tudjuk, hogy a 2010-es önkormányzati választás után megromlott a viszony a polgármester és a szolgáltató között. A helyzet pedig odáig fajult, hogy Steyer László egyszerűen lekapcsolta az internet elérést biztosító szervereket. A polgármestert közérdekű üzem működésének megzavarása miatt állították bíróság elé. Kérdezném, hogy büntetőjogi felelősségét elismerje az ügyben. Steyer László tegnap nem válaszolt a bíróság kérdéseire, és a rendőrségen sem tett vallomást. Az eset után a városban működő e-Magyarország pont vezetőjének azonban elmondta, hogy ő kapcsolta le a hálózatot. Ő azt gondolja, hogy az nem rendjén való, hogy a hálózat nem a Széchenyiek érdekét szolgálja, illetve ő úgy gondolta, hogy ebben a formában nem a Széchenyiek érdekét szolgálja. Információink szerint a polgármester végül a rendőrségi vezetők nyomatékos kérésére döntött úgy, hogy visszakapcsolja az áramot a szerverteremben. Steyer Lászlót telefonon értük el. Azt mondta, az ellene indult eljárás végéig nem akar nyilatkozni. Hiába kérdeztük arról, hogy miért kapcsolta le a biztosítékot, ő egyre csak azt ismételgette, hogy aznap áramszünet volt. Azt ugyanakkor elismerte, hogy este ő volt az, aki visszakapcsolta az áramot. A polgármester tárgyalása januárban folytatódik. Ha bűnösnek találják, akár 5 évre is börtönbe kerülhet.